Sziasztok! Itt Atis! A mai nap egy érdekesebb tartalommal jövök nektek, de megint egy személyes tartalommal ami reflutális egy dolog amiről majd uh, majd mindjárt kés Például arra, hogy uh, a mai, illetve az én gyerekkorom beli tanítási rendszer is már nem Irodalom azért olyan volt, hogy uh, belénk sus, súly, súlykolták azokat a kötelező olvasmányokat, amik inkább nem, hogy arra salkaltak minket, hogy konkrétan uh, szeressünk olvasni, hanem inkább uh, inkább elvették a kedvünket az olvasástól. Ennek ellenére én kiolvastam három Harry Potter könyvet, én imádtam is őket, a filmet is, és ezek alapján ugye uh, nem azok, ezek alapján nyújtottam össze, de hogy összejöttem a barátnőmmel, és ő hatásra megint, ugyan, megint elkezdtem olvasni, és, és ezeket a könyveket szereztem be. Úgyhogy ezeket szeretném nektek bemutatni. Könyvre követ, nyilván nem olvastam mindéket mert nézzetek, ennyi könyvet nem lehet azért olvasni, de azért szereztem be egy-két érdekesebb darabot, ami hát nem tudom, hogy nem hiszem, hogy mindenkinek megvan, mert elég érdekes Úton tudtam beszerezni. Úgyhogy vágjunk is bele. Az első könyvről, bár nektek beszéltem is, A walking dead az élő haltak, ez a Kormányzó bukása, ez egy nagyon jó könyv. Egyébként olyan részletesen írja le a dolgokat, a zombikat is, a harcokat, hogy szerintem egy rettentő jó könyv lett. Sajnos a második kötet az nincs meg, elkezdtem olvasni. És uh, érdekes egyébként, érdekes a sztoria, ez még az hányadik évad, azt hiszem, hányadik év volt a kormány, azt hiszem a másik évadban. Igen, hogy uh, valami szinte már akkor uh, utalt arra, hogy van ilyen belső konfliktusok vannak abba a táborba, úgyhogy uh, érdemes elolvasni ilyen uh, háttérinfót. Szerintem, hogyha nem találkoztak volna a seriffel, vagy hú, akkor, akkor is szerintem valami belső konfliktus történt volna, és halott hatalom átvétel történt volna szerintem a sorozatban, valami úton folytán, úgyhogy ö, érdekes, érdekes. Ö, ajánlom már olvasni a Na jó, hogyha be tudjátok szerezni, de én is csak ilyen meséltem egyébként a szorít, akit érdekel, az nézem meg majd azt a videót, és majd, akkor majd, akkor meg tudja, hogy mi úton módon szerzem be, úgyhogy a, itt a felül, a jobb felső sarokban lesz egy kis fel, jel, és akkor ott meg tudjátok nézni ezt a videót. Hát erről nem sokat beszélek, csak egy magyar-angol úti ut, út és ezt félre is teszem, mert az, az ilyen. Ennek az az érdekessége, hogy ha ezt a felét olvassátok angol-magyar, szóval angol-magyarra fordít, Hogyha így fordítjátok, akkor meg magyar angol. Szóval ennyi az érdekessége, egy kicsit már harcviselt dolog. Aztán elkezdtem gyűjteni a Stephen King könyveket. Ezt például piacon szereztem, de még nem olvastam, mert ez azt mondja hogy egy kutyáról szól. Azt hiszem, egy megvadult kutyáról. És a filmet azt még nem láttam, de úgy hallottam, hogy film is készült belőle nagyon régen úgyhogy lehet, hogy megnézem majd a filmet is, de a könyvet is ki fogom majd olvasni. Úgyhogy elég érdekes. Most már lehet. Egyébként az írás is nézetek ilyen, elég egészen ilyen keskenyen van megoldva. Szerintem így talán könnyebben is ledarálja az ember egy-két oldalt. Szóval én mindig azt mondom, hogy a könyvek mindig érdekesek, és jó, jó olvasni, és egyes könyvek tényleg olyan élményt nyújtanak, mint mások nem, illetve olyan információkat rejtenek, vagy hát, utalásokat, hanem olyan dolgokat rejtenek, amiket filmben nem tudtak megoldani, mert egyszerűen nem volt rá idő megoldani azt, mert egy film például két és fél órás, de annyi story van, elem van egy könyvbe, amit nem tudnak besúrolni, sűríteni egyetlen egy filmben, ezért van, volt az, hogy a Harry Potter filmet is, a hetedik részt két részre szedték, mert annyira hosszú könyv, hogy szerintem tudták másképp megoldani ezt a dolgot. A következő, még egy Stephen King. Én mikor ezt megtaláltam, nem hittem, hogy Stephen King fantázikat is ír, és elkezdtem most is, és ez nagyon jó az a fantázia. Igaz, hogy csak egy sárkány van benne. Ö, azt is megölik, már az elején, de, de a, az a sztá, az a szál benne, hogy a, a furkálódnak egymás között, meg hát mögött a trónért, eszembe jutott konkrétan a trónok harcát. Nagyon jól le van írva ez a szál is, egy nagyon jó könyv, és érdemes olvasni. Ugyanúgy megvan minden fajta fantasy, mert van benne sárkány, gonosz varázsló, öreg király, aki már kivénhet, de trónörököst akar, ezt is mindenféle úton módon akarja elérni, nagyon, nagyon jó cucc, jó sztori, úgyhogy rettenetesen jó, hogy ezt még ki szeretném mindenféleképpen olvasni, mert nagyon kircsi. Ezt majd csak úgy beszereztem, ilyen kis vicces, kis ilyen képregény, állatokról egyébként, de nem csak állatokról, ebben van mindenféle ilyen vicc is. Ilyen, azt hiszem. Látjátok, itt kis, kis vicces képregények vannak benne. Beszéltem egy ócsó volt. A következő, amit majd beszéltem, nem, nem, beszélni akartam, ez pedig a Star Wars könyvek ezt rajongóknak nagyon ajánlom, ha ezt a kettőt be tudják szerezni, mert ez olyan kiegészítője tud lenni a, ha ezeket a filmeknek, az egész trilógiának, mondjuk az ez inkább a ö, első rész előtt játszódik, azt hiszem 20 pár évvel, ebbe Obi van, amikor elkezdett a kors, vagy a sztorinak az ebbe még csak 11 éves Obi van, ez arról szól, hogy ő hogyan fog majd később Jedi vé válni. Nem a Jedi mester, csak hogy hogyan fog, nem, a Jedi, hanem hogyan, hogyan lesz a Padawan. Illetve hogy később majd Jedi, de azt hiszem a mesteri lét az még nincs bennem, ugye az már benne van az, az lesz benne az első részben. Úgyhogy ezt, aki kicsit jól akarja egészíteni a sztorit, az, az mindenféleképpen jön, ez a kettő könyv, a Jedi illetve majd a másik a ö, ez a folytatás az a ö, mi ez? Sötét sötét vetélytárs. Szóval az a, az a lényeg, hogy ö, meg ebbe is, hogy azért nem akart qui Jean Tarint Find fogadni magának jó ideig, mert az ő előző padaványa az konkrétan egy szit lett átáltasodét oldalra, és ö, Azért járt a Jedi templomba, ahol obi nevelte a, nevelt a nevendékeket, hogy azért megnézze, hogy ho, hogyan fejlődnek, de még mindig furdalta a lelki mert hogyha a következő tanítványa is netán rossz útra tér, akkor mi lesz? Akkor ezt ő úgy gondolta, hogy ezt ő nem tudná feldolgozni, és ezért nem nagyon akart padawan fogadni maga mellé. Úgyhogy ez, ez a kettő könyv ez konkrétan azt a sztorit mutatja fel, illetve hogy Qui-Gon hogyan győzi le a múltját szó szerint, és hogy hogyan fog megküzdeni a saját ö, régi padavanyjával, mert azt az is benne lesz. Úgyhogy, ha érkeztetek az előzmény, akkor olvassátok a, az egész ö, párbeszéd, az úgy van felépítve, mint az első háromba. Összinte nekem az újak az, azért nem tetszettek, mert a dialógusok meg a olyan sután vannak megírva, hogy valami förtelem. Az első három részben olyan jól ki vannak dolgozva a párbeszédek, hogy egymással ö, reflektálnak az emberek, meg ez az egész egy... jedi lét, nem tudom, eszköz, és az első három részben azért ez az jobb, mert az volt jobban ki volt dolgozva, mint az új. A... Mondjuk még a né négyre visszatérni, hogy abból már ott volt, hogy jó, egyből jedi lett. Itt meg azért mutatják, hogy azért kis koruktól fogva ö, 10 éves vagy 11 éves korokig ö, tanítják a fiatalokat, és ők úgy lesznek jedik, mert ö, mindenféle próbákat kell kiállniuk, és azt kiállják akkor a maga a jedi, a jedi mester, ők közülük fog ö, padavánt választani. Úgyhogy ö, ez így. Nagyon jó, és én folytatom, nagyon hosszú lesz egyébként, mert van még itt. A következőt meg egy lemboz, lemboxból szereztem. Ez obi van és ennek a kalandjai, ennek mondtam már abba a videóban, hogy az a különlegesség ennek a könyvnek, hogy ø, kettő illetve azt hiszem három végkifejezet lehet, hogy ez már ez, ezek, még nem. De ezek már a Disney égisze alatt ø, készültek. És azért érdekes egyébként, hogy hogyan fog zajlani a sztori, meg konkrétan ti döntitek el, hogy hogyan fog, fog sztori. kettő vagy három választási lehetőséget nyújt, azt hiszem. Így ö, többször is ki tudjátok olvasni azt a ugyanazt a könyvet, és ö, mindig más élmény fog nyújtani ez a könyv. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes. Én most először találkoztam ilyenfajta könyvvel ami több élményút és ad választási lehetőséget, hogy másképp csürd csavart tovább a sztorit. Ez, ez mindenféleképpen olvasásra vár, csak először be akarom fejezni az, ezt a kettőt, és utána akartam folytatni ezzel. Lehet, hogy is lesz olyan dolog, amit például a filmekben nem mutattak meg, illetve a klónok háborúja. Sorozatból sem, nem tudom, de ezt amit kiderítem úgyhogy nézzük a következőt ezeket amiket mutattam be azok még a nem a hogy volt? Ö, igen, ezek még a kánon részei ez a három ez a három, ez még a kanon, ami most jön a három könyv, az még már konkrétan a... A... Izé van benne a legendákban, mert ezt már konkrétan nem úgy történtek, nem úgy csavarták a sztorit, ahogy ö, egyes könyvírók például megálmodták. Itt van ez a ö, Star Wars erőpróba is. Ezt például ebben én nem olvastam bele, ez egy nagyon régi könyv, én is úgy szereztem, hogy piacon tudtam beszerezni. Megértem, hogy mindenféleképpen ki fogom ö, ö, olvasni, mert ez még a ö, Luke Skywalker ér az a... 4-5-6 után játszódik, miután legyőztik azt hiszem, a... a birodalmat, de majd, majd, majd kiderül, hogy, izé, hogy hogyan fog folyni tovább ebbe a sztori, ebbe a legendákba. És ennek a folytatása azt hiszem ehhez lesz a... Ugye izé, várjátok már, itt van még egy. Barodom. Ah, igen, ez, ez a hatodik rész után. De... Itt hogy mi történik maga a birodalommal konkrétan a Darth Vader, illetve a sötét szitmester bukás után mi történik a birodalom és hogy forgásoldik szét az egész a francba. Ez azt írja le. Azért nem tudok többet róla mondani, mert még nem olvastam bele egy a sztoriról se tudok annyit, amennyit szeretnék. De aki akar többet mut, tudni a és -e, illetve a Kánonról, az nyugodtan néz a Star Wars kisokost, és van még egy másik csatorna is, amit majd ö, le fogok linkelni a leírásba. A következő összem a Sötét oldal, a Jedi Akadémia trilógia a második kötet, az elsőt azt már én nem tudtam beszerezni, hát igen, sajnál, sajnálom is, de majd lehet, hogy néha kinézek piacra, és van egy, egy öreg hölgy, aki árulja ezeket a könyveket, és lehet, hogy szerencsém lesz, is nálam tudom szerezni. Ja, hogy ez, ez, meg a... Ez a, a, a sztoria, hogy Luke Skywalker hogyan fogja a, megalapítani újra a ezért. Próbálja újra, új Jedi Akadémiát csinálni, és ez arról a sztoriról szól. Aztán olyan látjuk. Ez lehet, hogy a, a leírja sötét oldalt is, nem tudom. Majd, majd mi kiderül, kiderül, mert ugye ez is a legenda része, úgyhogy meglátjuk, hogy a a csak már ugye egy is hosszú videó. A következő egy olyan könyv, amiről nem is hittem, hogy létezik, ez pedig a gyűrű keresése. Ez egy Gigi hát egy, egy gyűrűkora könyv, egy Tolkien világában. A leírása szerint kis háttér uh, szorít, illetve információkat tudunk meg majd a karakterekről, olyat, ami elvileg a három könyvben, illetve a filmben nem volt benne, ezt uh, majd let kipróbálom, vagyis úgy elolvasom, és aztán kiderül majd. Ez egy eléggé vaskos olvasmány és azért még nem vágtam bele mert na, hát nem volt rá annyi időm, hogy elkezdjem, de majd valahogy neki vágok és a érdekes lesz majd és amúgy is szeretem Tolkien világát, úgyhogy fantasztikus egy, egy világ. Szerintem még mindig a legjobb fantázi középkori fantasy egyébként a Tolkien világa, úgyhogy ö, le a kalappal előtte egyébként. következő még pedig, ezeket még mindig nem olvastam ki, van -e ez az Alien szerzőjének könyve, Alien egy szerzőjének új regénye, azon van Férfiak is sosem hibázik, nem tudom, hogy ez elvileg, ez is a izébe játszódik a Zélén univerzumban talán. És, és ezt szóvastam olvastam még ki egyébként. Megnézzük ezt is, hogy mit akar, mit akar. Aztán a következő még pedig olyan éljen kettő éljen négy könyv. Az egyik a másik, másik a harmadik kötet, az első az még nincs meg és ezeket is meg kéne olvasnom, mert uh, lehet, hogy olyat uh, tudok meg a sztoriról, hogy lehet, hogy másképp folyt volna egyébként, a másik történt volna egyébként a negyedik rész, mind ahogy a filmben, mert elég sokan kritizáltak, hogy az már nem is horror, hanem inkább valami akció inkább, mint horror, és ezért majd ezt a kettő könyvet, a másik és a harmadik kötetet majd Kiolvasom, ki olvasom, nem tudom, mikor, de amikor neki látok. A következő még pedig az Alien vs. Predator. Ezt erről tudok sok minden mondani, ebből csak egy könyvem van. És ez, ahogy látszik, ez csak egy kötet. Aztán meglátjuk ebbe is mi folyik, hogy akkor mi a story. Egyébként, mert én az Alien vs. az első részét azt imádtam, azt a filmet, az ami fantasztikus volt, az eléggé kemény jelentek meg ilyen víres volt. Úgyhogy azt a filmet azt szerettem. A második rész az inkább egy kicsit olyan e kategória. A harmadik rész is volt, az, volt ha, azt hiszem volt, ha nem, nem. Fasz is, nem, annak csak két rész volt az Alien vs. Predator, a másik rész az Uh, nem is került olyan jól, mint az első, szerintem. És ezt is majd beolkoztam, hogy meglátjuk, hogy uh, ez jobb lesz -e, mint a film. Illetve, hogy meglátjuk, hogy uh, milyen filmet csinálhattak volna belőle, hogyha a könyv alapján haladnak, és nem pedig másképp. A következő pedig uh, egy, egy könyv van, de ugye három film. Ez az első filmnek a könyve, e, azt hiszem ez alapján készült a film. Az anyagok és démonok szerzőjének legújabb sikerkönyve. Érdekes. Akkor az anyagok és démonokat, ami a második rész... Azt írt előbb? Érdekes. Na no, mindegy. Érdekes, érdekes ez a dolog. De én azért akartam ezt megszerezni, mert ugye... Szerettem azt a filmet. Többször is megnéztem azt a filmet. Valaki számára unalmas volt, nekem személyesen innen, nem, mert ez, a rejtélyek, ahogy kidolgozták benne, meg azok a fejtörök, nagyon érdekesítették a sztorit, úgyhogy ezért is szereztük be. Párom, hogy szerezte meg nekem ezt a könyvet, és akkor majd valami kor majd nekiállok, mert mindenféleképpen érdekel ez a DaVinci Vinci a DaVinci Vinci rejtély. Következő pedig egy, egy olyan, ami szerintem ö, nem sok embernek van meg. Ez pedig a Rambo Vietnám, ez a Rambónak a második része. Ezt ö, egy izé vettem, egy használt árucikk kerekedő, ahol mindenféle használt cikket vettek, és ott megmutatkoztam, volt egy kis időm, és körbenéztem, és ott találtam ezt a könyvet, és gondoltam, szerzi valami érdekeset, ami az én pénztárszámnak is akkoriban mennyi megfelelt, az is tavaly volt. És akkor választottam ki ezt a könyvet, azt hiszem 150-200 forint volt. Úgyhogy annyit simán megért. Hát, hogy majd valamikor nekiállok, mert aztán meglátjuk, hogy milyen könyvbe is a Rambónak a második része, hogy milyen kalandokat élt át, meg hogy hogyan szabadítja ki ezeket a foglyokat, akiket elfogtak abba Szóval Vietnám, vietnámi tábor, basszám. Ja. Következő pedig biztos érdekes lesz nektek. Ez egy Fortnite könyv. Fortéjokat és türköket írnak le benne, hogy hogyan lehettek a játékban jobbak. De ez még a nyolcadik, ez még az ingyenes season volt, amit akárki ingyen beszerezhetett, vagy kifarmolhatott. Ez még az a season volt azokat, egyébként azok a játékelemek is vannak benne, szóval ez már a mostanira félig meddig már nem igaz már egy-két olyan dolgot ami ebbe bele van írva, azt már kivettük a játékból, talán már vissza se rakják a játékba ki tudja, de az alapja az első pár fogás, hogy mit, hogyan kell lootolni, meg hogyan kell mozogni a pályán, hogy te legyél az utolsó túlélő az bele van írva és sok minden érdekeset nem lehet róla elmondani, de viszont vannak rajta, benne. vannak benne szép képek, illetve például írások, hogy hogyan állíts be a beállításokba a egyébként a dolgokat, hogy jobb legyél hogyan konfiguráld magát a játéknak a grafikáját, meg ilyenek is vannak benne egyébként láthatjátok itt a mapot is mutatja, hogy ez, ez az a mappa az annyira nem, ez nem, nem aktuális. Egyébként az építésről ír, mondom, építés, lútolás kraftolás, mindenféle fosságot ír. Egyébként, Úgyhogy igen, elég szép képek vannak benne. És ezt írja le kb. 98 oldalon, oldalon keresztül. Erről nem is mesélek többet, mert aki fortnite hözik, azt nyilván azt <laughs> már tudja és fejből vágja egyébként, amik benne vannak. És azért Horsman és nekem sem mondott sok újdonságot, úgyhogy. Ja. A következő, amit úgy beszereztem, majd, majd hozta ezt a videó. Az pedig a hetedik cella. Hát, akartam, amit mondta a barátom, mennyi a a postára, és akkor ezt a könyvet megláttam. Ilyen kis egész jó könyvek vannak egyébként a postán. Nem tudom, ez vagy szeme, nem tudom, szemet, nem szúrt nekem egyébként. Ez a hetedik cella. A sztori lényege az, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan világ, amit egyébként egyébként a slider nem tudom hányadik egy alternatív univerzumban le is festettek. Az, az egész ö, story, hogy mi lenne, hogyha nem eskücég, mert nem bíró mondanák ki az ítéletet, hanem maguk az emberek. Ami, hogy is mondjam ezt, hogy ö, nem mm. olyan lenne, mint most, hogy ö, például egy ö, sorozatgyilkos, vagy egy gyilkos, aki egy-két évet kap, mert olyan is volt, arra is volt példa egyébként az évek során, hogy ö, emberek mondanak meg, és döntenék kell, hogy mi a legyen a sorsa. Lehet, hogy azt mondanák, hogy szemet szemért, halljon meg. Ha a tölt, akkor is szenvedje ugyanazt, amit tett a másikat, például. Úgyhogy ö, ezt, ezt fejte ki ez a könyv, vagyis ez a sztoria, a hetedik cella. Ö, Elég érdekes uh, kis könyv. Ez 13 millió néző hét nap, hogy... Mi uh. Tizen. Akkor lehet, hogy ezt is úgy csinálták meg mind a Egyébként? Oh. Ó. Oh. The Sliders volt uh, az a rész. És konkrétan csináltak egy valóságsót. És a nézők szavazás alapján mondhatták meg, hogy mi legyen az elítéltel. Valami ilyesmi. Egyébként, egyébként a story. Azt tovább is rakom el már akkor a stóc. Egyébként nem csak ennyi könyvem van, csak az érdekesebb darabokat akarom nektek bemutatni. Itt van például a futótűz, ez második köt, ez a vérszörny, ez is valami fantasy akar lenni, de összintén még ez el olvastam el ezt a vérszörnyet. Hát. Hát nem tudom, hogy nézzék. Ennek a futótűz, vagyis ennek a könyvnek több uh, Excalibur könyvek, egyébként, több kötete is van, uh, nem tudom mennyi. De ahogy az Excaliburnak vannak, az Star Wars könyvei is. Ahogy láthatjátok, Star Wars könyv, Matrix könyv, Mondjuk szerintem ez inkább paródia, vagy nem tudom, hogy volt megrajzolva. Nem hülyeségek. Na, ez mondom, ennek, a, ennek, van több ilyen. Itt is van egy két, hogy hány kötete van ennek a fantazinak. Kapásból 6-9. 12. 12. 14, azt hiszem. 14 kötötte van, úgyhogy abból megvan, megvan nekem az egyik. Aztán megnézzük ezt a vérszörnyet, szóval szerintem, hogy vámpirokról lesz benne szó, ha minden, ha, a minden igaz. Hú, nem, szép Ez a könyv, mégpedig egy ilyen sorozatgyilkosról szól, azt hiszem. A hiszékeny áldozata a neve, ez egy krimi, eléggé régi, kopottas könyv, ezt is szereztük be. Ö, ami szeretem a krimiket, a régen is kalambot, néztem sokat, parot. Én, ez, ez, én szeretem az ilyet. És ez is egy, azt azt hiszem egy sorozatgyilkosról szól. Mert elkezdem olvasni, erről sok mindent nem, nem nagyon fogok mondani. Inkább a következő kettőről aztán már nem sokára félváros lesz a videó. És nem tudom megvágni, mert ugye folyamatosan a úgy beszéltem konkrétan, hogy ezt nem nagyon lehet megvágni. Igen, ez, ezt a kettőt, ez konkrétan képregény gyűjteményét kellett volna bemutatnom, mert ez maga, ez az egy könyv maga megfelel egy képregény gyűjteménynek. A szószoros értelmében, mert ez a, ennek a bosszú angyalainak a képregény gyűjteménye, egybe zsúfolva, hogy a Venom is. A Venomot azt elkezdtem olvasni nagyon jó. És ezeket elég hát érdemes gyűjteni, akik nem külön szeretnék megvenni a képregényeket, illetve régebbi képregényeket, amiket már nem is lehet bizony beszerezni, vagy talán gyűjtőknek megvan. Azokat tartalmazok konkrétan ilyen bele sűrítve egyébként egyetlen egy könyvbe, úgyhogy, na régi könyveket, régen még volt megrajzolva egyébként tor, ember és e ezeket tartom, az ez ezeket a sztorikat egyébként, és eléggé hosszú a könyv, nem tudom hány képregény van benne, egy hirtelennyébe, egy fekete, akkor ez, ez volt már egy képregény egyébként, Három vagy négy van benne, azt hiszem, ha jó sejtem, képregény. Ja, valami olyasmi. Úgyhogy ez egész jó kis gyűjt ö, szett, szerintem. Ez, ez az egy könyv. Illetve ha gyűjtitek a könyveket, ezt a morveles könyvet, egyébként nekem csak a 66 és 68-as van meg, és így egymás mellé teszitek, akkor konkrétan ez ki fog adni egy egész képet ami ugye nekem hiányos, mert nekem csak két kötet van meg, és 66 vagy 68 van meg, ami azt jelenti, hogy elég sok kötet van, és ennek darabja 3000 forint, szóval ez nem is az az olcsó big fajta. A Venomorsban is olyan információkat tudhatok meg Venomról, akik csak azok tudhatják, akik már régen olvasták a képregényt, még az akkori ö, sztorikat, hogy ő velem lett, meg hogy hány uh, tulajdonosa volt egyébként Venomnak, mert uh, akinek megszállt a testét, mert nem is egy volt azt nem, hanem három. Úgyhogy ezeket így leírja. Egyébként ez is a régen így volt me megrajzolva a régi pókember ember uh, azt hiszem. Hogy volt régen a tévő, és én néztem, és szerettem meg minden. Úgyhogy is ilyen érdekes dolgokat tudtok meg majd Venomról, mert az egész könyv róla szól. Az egész gyűjtemény. Úgyhogy ennyi lenne a videó. Tényleg, sajnálom, hogy ilyen hosszú lett, csak annyi mindent lehet ezekről elmondani, hogy nem tudtam jobban összesűríteni ezt a dolgot. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, ha nem tetszett, diszlájkoljátok. Ez a mai nap folyamán, ez a videó, ez még fel fog kerülni este megvágom, feltöltöm, lepremiereztetem, és akkor majd ott fogunk találkozni, és majd mert tudjátok mondani a véleményeteket, és majd beszélünk, akkor mindenkinek ö, szép napot kívánok, én most elköszönök, At is voltam, és a másik kollégánk is szintúgy, szintúgy kívánja ezeket, úgyhogy ö, szevasztok.